Gyors kérdések, gyors válaszok. Ez nagyon tetszett. Sziasztok, én IGN Start vagyok, és a hétfő akkor Ádám... vagy fordítva? Á, nem érdekes, jöjjenek inkább a hét legfontosabb bemutatói és megjelenései, néhány érdekesség a Need for Speed-del kapcsolatban, aztán persze Gáspár és Zalus, akik kicsit elmerengenek a Cyberpunk 2077 késése kapcsán kirobbant kisebb fajta pánikon. Adjunk is neki! A hét egyetlen nagy mozis premiért kínál, de az legalább váratlanul jött. Sokáig nem tudtuk ugyanis, mi lesz a sorsa a Robert Zemeckis által rendezett Boszorkányok remake-nek, hogy aztán előbb az HBO Max jelentse be, hogy Amerikában náluk debütál a film, aztán pedig a magyar forgalmazó jelezze, hogy mifelénk viszont mozi premier lesz az a mese, melyben a boszorkányos Anne Hathaway üldöz néhány egérré változott gyereket. A Netflixen beindult a karácsonyi szezon, értsd, jön rá egy rakat ünnepi limonádé, ezeket hagyjuk is, viszont végre csekkolhatjuk a hazai mozikat elkerülő Elit iskola című vígjátékot, melyben Kevin Hart járja újra a gimit. Az HBO Go-ra is felkerül több élvezetes darab. Hétvégétől nézhetjük az Alita a harcangyalát és a Sonic a sündisznót, és mindkettő jobb, mint vártuk. Ugyanakkor mi leginkább a Búcsú című kínai-amerikai tragikomédiát ajánlanánk, melyben egy népes familiának kell úgy tennie, mintha nem tudnák, hogy az anyuka halálos beteg. VOD fronton a hét legizgibb megjelenése a Possessor című cyber thriller lesz, melynek rendezőjeként David Cronenberg fia Brandon bizonyíthatja, hogy az alma nem esett messze a fájától. Ami pedig a sorozatokat illeti, ezen a héten csupán egyetlen számottevő premierünk lesz. Negyedik évadával tér vissza az ifjú Sheldon, cserébe viszont már az HBO Go-n is azonnal elérhető lesz. Előtte pedig le lehet darálni az első három etapot is. Nem köntörfalazunk, ez a hét nem lesz a legizgalmasabb videójátékos megjelenések tekintetében, ami nem is csoda, hiszen már a hamarosan érkező következő generációs konzolokra készül mindenki. Persze azért lesznek premierek, mi több az autóversenyzés szerelmesei kifejezetten elégedettek lehetnek, hiszen két játékkal is kielhetik sebességi vágyukat. Az egyik a Dirt 5 lesz, amiben állni kell a sarat az embert próbáló versenyeken a szószoros és átvitt értelmében is, hiszen a friss epizódban már dinamikus időjárási tényezők is befolyásolják a futamok alakulását. További jó hír, hogy a Next Gen változatokra ingyenesen frissíthetünk konzolokon, igaz, a mentéseinket nem vihetjük magunkkal. A Need for Speed Hot Pursuit Remastered ennél egy kicsit vadabb száguldást kínál, hiszen az open world autózás során a rendőrök és az illegális száguldozók vívnak harcot. A felújított kiadás 4K felbontásban és 60 FPS képfrissítési értékkel kínálja a 2010-es élményt, de 6 órányi extra tartalomra, friss achievementekre, fotómódra és teljes crossplay támogatásra is számíthatunk. Akiben van egy kis politikai véna, az is örülhet, hiszen két játékban is megmérettetheti diplomáciai képességeit, vagy éppen kiélheti a hatalomvágyát, hiszen érkezik a Real Politics 2 és a Tropico 6 Nintendo Switch-es változata. Az előbbiben egy kiválasztott nemzettel kell dominálni a világot, miközben olyan modern kihívásokkal is szembesülünk, mint a járványok, a terrorizmus, illetőleg a különböző ökokatasztrófák, míg a Tropico 6-ban saját kis banán köztársaságunkban diktátorkodhatunk kedvünkre. És ha már a Switch szóba jött, a héten debütál a Jurassic World Evolution Complete Edition, amiben természetesen saját dinoszaurusz parkunk ügyes-bajos dolgait kell intéznünk, csak éppen már a Nintendo hordozható konzolján. Mindenképpen említést érdemel még egy további játék, méghozzá egy magyar csapat, a The Wild Gentleman első próbálkozása, a Chicken Police, ami egy noir beütésű kalandjáték lesz sötét történettel és még sötétebb humorral, és ahogyan azt látjátok, csirke detektívekkel kell felgöngyölíteni egy titokzatos bűntényt. Ahogy említettük, a 2010-es Need for Speed Hot Pursuit éppen a héten remastered verziót kap, a megjelenésének 10. évfordulója alkalmából, ezért elküldtük a jó Geráltot, hogy nézzen szét a széria garázsában néhány érdekesség után. Nos, az bizonyára tudjátok, hogy egy nagyon patinás sorozatról van szó, de kissé meglepő kimondva, hogy majdnem 30 rész jelent már meg belőle 1994 óta, mikor is az első Need for Speed megjelent. 2009-re már több mint 100 millió eladott példánynál járt az NFS, az azóta megjelent 11 epizód pedig minden bizonnyal sokkal feljebb tornázta ezt a számot. De hogy ne csak adatokkal dobálózzunk, tudjátok honnan kapta a nevét a sorozat? Nem? Tom Cruise-tól. Na jó, nem magától a színésztől, hanem az 1986-ban készült Top Gun című filmjében elhangzott dialógus után. Ebben a Cruise által alakított főszereplő Peter Maverick Mitchell cimborájával beszélget, amikor elhangzik a következő mondat. Ennek hangzása pedig annyira megtetszett az első epizódot, a Road and Track Presents The Need for Speed-et készítő Pioneer Productions és EA Canada gárdáinak, hogy végül erre keresztelték a játékukat.
Most, hogy már ezt is tudjuk, lássuk, hogy birkózik meg Gáspár és Zalus a hét kérdéseivel. Srácok! Köszönjük a szót, Ádám! Gyors kérdések, gyors válaszok. Milyen lenne Zalus reakciója, ha bejelentenék a Half-Life 3-ot? Jó, de Half-Life 4-et is akarok! Hogyha ti belebújhatnátok egy napra egy videójáték karakter bőrébe, akkor ki lenne az és melyik játékból? Hát én Bajonetta bőrébe bújnék, mi mert... Mi a magas sarkok miatt? Dehogy, a nagy fegyverei miatt! Ha megvennétek a Thomas a gőzmozdony jogait, és azt mondanák, hogy csináljatok belőle egy WW2-es beütésű Battle Royale játékot 80-as évek elejé grafikával, akkor az milyen lenne? Mert olyan lenne, mint egy WW2-es beütésű Battle Royale játék 80-as évek elejé grafikával. Gyuru! Említettétek, hogy most lett egy éves a start. Ha van, akkor milyen mérföldköveket tűztetek ki a következő évre? Nos, szeretnénk összehozni egy jó point. Hát végül is van rá egy évünk. Zacsmen hányszor mentette meg a világot? Egyszer, amikor visszavonult. A hét tényleges kérdését Gyarmati Ádám tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy most, hogy elhalasztották a Cyberpunk 2077-et, mind gondoltok, más játékokat is el fognak-e halasztani még idén? És vajon ez mennyire tesz jót a Next Gen konzoloknak? Szerintünk a Next Gen konzoloknak nem tesz jót, hiszen egy nagy játékról van szó, ugyanakkor a jelenlegi generációnak aztán pláne nem tesz jót, mert hát kiderült, hogy azzal szenvednek igazából a fejlesztők, hogy Xbox One-on és PS4-en valahogy működésre bírják. Hát ez egy tök új konstrukció, nem tudják, hogy kell rajta futtatni játék. Jó, hát nem azzal van a baj, hanem inkább az ambíciózus tervekkel, úgyhogy szerintem ezt már tényleg, ezt a játékot lehet, hogy el kellett volna engedni erre a generációra, de hát azt meg nem tehetik meg, mert akkora játékos bázis van, amit vétek volna kihasználni. Rakjanak bele pálcafigurákat. Pálcika az figurákat. Ugyanolyan lenne. Jé, az ott, Keanu Reeves, az a pálcika? Nem, hát viccet félretéve, biztos, hogy borzasztó nehéz döntés volt. Már csak azért is, mert nem, hogy a konzoloknak nem tesz jót, de a CD Projektnek sem, több szempontból sem. Az egyik nyilván a befektetői rész, meg ami most kirobbant egy kisebb fajta botrány a CD Projekt körül. Ugye ők ilyen hasonló szentehén voltak eddig, mint a Naughty Dog, de hát láttuk, hogy azért ez is csak 3 napig tartanak az ilyen dolgok, minden csoda. Igen. És hát kiderült, hogy borzasztóan sokat túlóráznak a fejlesztők, hogy befejezzék a játékot, ezért is halaszgatják már jó ideje, azt hiszem 3-szor elhalasztották. Hát amikor áprilisban kellett volna megjelenni, aztán igen, májusban, aztán, nem? Szeptember, aztán nem, szeptemberi dátum volt, igen, akkor... úgyhogy november, aztán... Ja, igen, aztán igen. Most itt tartunk, úgyhogy, és hát kiderült, hogy ugye az Adam Kicsinski, a CD Projekt vezetője a befektetőknek ugye azt mondta, hogy igazából nem is olyan vészes ez a túlóra, aztán kikerült egy belső körimél, amit körbeküldött a munkatársainak, hogy ne haragudjanak, hogy ezt mondta, és ez nem volt helyén való, de hát nem készült fel egy ilyen kérdésre, és muszáj volt ezt mondania. Szóval ezek az a 100 órás munkahetek, ez durva, de nyilván a videójátékos iparban sajnos ez egy olyan dolog, ami benne van. Jönnek a határidők, iszonyú pénzekről vannak szó. Ilyen minden napunk, zárcsilni a gyerekek. Pont ugyanilyen, 100 órát dolgozunk minden nap. A másik az pedig nyilván a rajongók részéről sem volt éppen pozitív a fogadtatása a halasztásnak. Jó, még kanyarodjunk egy kicsit vissza, tehát nem jó kedvükbe halasztották el a megjelenést, mert például a Witcher 3-nak az első 4 hetében adták el a játéknak a túlnyomó többségét, rengeteget raktak el, és most azzal, hogy elhalasztották szeptember 10-re, lesz 2 hetük, hogy meglovagolják december 10-re. Igen, december 10-re így lesz 2 hetük, hogy meglovagolják a karácsonyi szezon, tehát ez egy öngyilkos húzás igazából. Igen, és ugye a launch címeknek a java része, az már kint lesz akkor, amit oda szentek, ugye a Miles Morales-től kezdve minden, ami az ember ott egy új konzol, szeretne rajta valamit játszani, nyilván sokan várnak a Cyberpunkra, tehát lesz, aki türelmes lesz, de nem biztos, hogy mindenki. És egyébként, hogy megvédjük a CD Projekt Redet, ez egy nagyon tökös húzás volt, hogy az összes változatot elhalasztották. Tehát nem, igen, mondták azt, hogy akkor gyerekek, az Xbox One-os meg a PS4-es konzolos változat, az majd amikor később jön, de itt van nektek a PS5-ös meg a XSS-es... mindenféle, XSS-es, mindenféle. Szóval igen, az új Xbox-os változat, és akkor azzal milyen reakciót váltottak volna, ki hallod? Hát nem, ezt muszáj volt meglépni, nyilván megvan ennek az oka. Valószínűleg nem csak apró bugokról, meg lassulásokról van szó, hanem nagyon-nagyon komoly problémákról. Hogy mennyit lehet ezen orvosolni, ennyi idő alatt... 3 hetük van. Ja. Mindegy, nem akarunk konspirálni ezzel kapcsolatban. A rajongók hozzáállása az eléggé
felemás volt. Igen, a mémeket imádtuk egyébként. Azok nagyon viccesek voltak, kifejezetten zseniálisak voltak köztük. Ugyanakkor a CD Projektnek az egyik fejlesztője, ő kirakta Twitterre, hogy milyen üzeneteket kaptak a megtalállak, levadászunk a családoddal, mi lesz, felgyújtunk, stb. Not cool, not cool at all. Igen, igen, srácok, ez nyilván most nem rólatok beszélünk, mert elsősorban angol üzeneteket kaptak meg. Ilyen magyar oldalon levadásznak. Igen, de hogy azért ez szörnyű, ami ilyen helyzetekben már tud működni. Azért a Naughty Dognál is borzasztó volt végignézni, hogy mit kapnak a rajongóiktól elvileg, akik a legjobban várják a játékukat, de hát ez is szörnyű, úgyhogy... És hát ugye minél több emberhez jut el az internet, annál többen tudják hangoztatni a véleményüket, de szerintem valahogy meg kéne tanulniuk az embereknek disztingválni. Tehát le lehet írni, hogy ez nagyon sajnáljuk, de ilyen baromságokat hozzászólni. Ja. Sajnos ez nem csak a játékokra jellemző egyébként, a filmek kapcsán is, mondjuk főleg a Star Wars kapcsán milyen üzeneteket kaptak a színészek meg az alkotók, ez valami elképesztő. Tehát ilyet szerintem nem szabad csinálni. Nem. Nőjenek föl szerintem ezek az emberek. Viszont kíváncsiak vagyunk arra, hogy titeket hogyan érintett ez a halasztás, hogy éltétek át, nagyon dühösek voltatok, vagy inkább úgy vagytok vele, hogy mindegy, csak legyen jó a játék. Írjátok meg kommentben, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk rá. Így van. Ádámnak köszönjük szépen a kérdést, ő az IGN Shop felajánlásával ezt a menő Yoshi plüss figurát kapta. Fölveszük veled a kapcsolatot a kommentek között és eljuttatjuk hozzád, de amúgy érdemes fölmenni az IGN Shopra, ugyanis nem csak ez a Yoshi figura található meg, hanem 25%-os kedvezménnyel vehettek Abby Style poharakat, ezt meghosszabbítottuk ezt az akciót, illetve Harry Potter termékek és ronda pulcsik is kaphatók, nem, ezek még nem azok, ennél sokkal rondábbak is vannak. Gyere Józsikám, és továbbra is várjuk a... Nem zörgök. Továbbra is várjuk a kérdéseket a hét kérdése hashtaggel ez alá a videó alá. Próbáljuk megválaszolni őket, és ígérünk lesz poénos válasz is a következő 365 napban. Na, sziasztok. Jók legyetek, sziasztok!